Na, kezdjük el a filmet! Azt igen, már 3,5 perc a videó. Jó, azt találtam ki, hogy ugye most megyünk le a Bánki barlanghoz, ugye a Szentély Istvánnal egy, hát nem, ő már szerintem lent van a föld alatt, 25 méter mélyen, vagy 23 méter mélyen. Én 23-ról éppen tudok. Dolgozik, én most veled együtt lelátogatunk oda, és ugye kísérővel együtt lemegyünk a barlangba. Én valószínűleg fejkamerával fogok lemenni. Nyomunk egy F5-öt, tudod, frissítünk. Refresh! Frissítünk az információkon. Hát ugye első kézből, munka közben megzavarjuk Szentély Istvánt. Meg ez ilyen összerakott videó lesz. A lényeg az, hogy azt találtam ki, hogy ugye én szeretném őket valamilyen szinten támogatni. Tiszteletem! Mászászmadár! Kus! Elég legyen! Offolnak a rohadt madarak. Ja, na, itt veszekednek a területek. Toljad! Mondjad, veressed! Veretem. Szóval azt találtam ki, hogy csinálok egy támogató videót, tehát a Bánki Barlang, a kutatók, a feltárók számára egy támogatói videó, mit 5 órás videó. Tulajdonképpen az elején elmondom, hogy miről van szó, aztán mutatom 5 órán keresztül a fánkat, ami itt van, a fenyőfát, vagy bármit, vagy esetleg ott 5 órán keresztül fölveszem, ahogy dolgoznak. Ugye ott van áram, tehát nem merül le az aksi. 24 órás live, ahogy dolgoznak. Vagy valami, nem, egy 5-6 órás film, telecseszem reklámokkal, és nem megnézni kell, érted? Hanem, hogyha szeretnéd a Bánki kutatókat támogatni valamilyen szinten, nekem szívügyem, ezért gondolkodok rajta, hogy hogy lehet. Tehát mit tudom, csinálok 5-6 órás videót, jó telekúrom reklámokkal, és nem megnézni kell, hanem este, amikor lefekszel, ott hagyod a laptopodat, és hagyod futni a filmet, hagyod futni a reklámokat, lehalkítod, stb. Érted a lényegét? Tehát, hogy nem megnézni kell azt a filmet, hanem hagyni a háttérben lefutni, amikor elmész otthonról pár órára, és akkor tényleg elindítod a filmet, hagyd menjenek a reklámok nekik, érted? És annak a filmnek a bevételét, tehát ugye lehet látni a statisztikát, persze, hogy melyik filmnek pont, mennyi a bevétele. Hogy egy filmnek pontosan mennyi a bevétele. Persze, azt lehet látni, és hát ide teszem a kezemet, nem szoktam esküdözni, de megígérem, olyat lehet. Illetve hát nyilván a Szentély Istvánt majd később megkérdezik, hogy odaadtam-e neki annak a filmnek a bevételét, avagy sem. Hát nyilván majd oda megyek, az pisztolyt fogok tartani a fejéhez, hogy ezt kell, hogy mondjad, öcsém, jó? Na, szóval, várom kommentekbe, légy szíves, írjátok le, hogy mennyire tartjátok életképes ötletnek. De vagy, egyébként vagy mennyire vagytok benne ebbe a bizniszbe, hogy lenne egy ilyen 5-6 órás videó, akár lerakom az állványt, és velük együtt dolgozok ott. Gyere ide mellém. De hát, csak meg. Mert szoktak ezért elmondani, hogy nem, köszönöm. Csak mert szoktak... Libafos. Persze. Hígítod libafos. Egyértelmű. De rászoktam. Szőlődé. Miért vagy ilyen geci? Mindig elárulod. Tudom, hogy mondtad, hogy nem mondjak róla semmit, de nem fogom azt mondani, hogy libafos. Fel kell libafos. Basztus. Szóval, de csak mivel szoktak ezért elmondom, hogy... Ez libafos. Hogy aki viszont akar az alatt a videó alatt, vagy live alatt. Nem live. Jó, nem. Okay, mindegy. Nem. Hát mondjuk akkor nem tudnak le, nem csak live alatt. Tiszteltem, szép napot! Hát akkor nem mondom el. Jó. De live alatt lehet, hogy ott ugye egy szupercset, és akkor tudnak pénzt. Nem szeretem a szupercsetet, az... Hagyjuk a szupercsetet, nem a live-ot sem szeretem. Volna rá mód egyébként, csak sokkal hülye. Úgyhogy hagyjuk ki a live-ot, meg a szupercsetet is. Felejtsük el, nem kell egyik se. De ezt jó megoldásnak tartom, hogy egy 5-6 órás film, te lejátszod, illetve ott van, ott lesz alatta a számlaszámuk. Ja, ugye a Bánki önkormányzatnál van a számlaszámuk, tehát hogyha valaki majd, mit tudom, kedvet érez, meg támog, menjünk már francba! Igen, amúgy menjünk már, mert nem fogják megnézni a filmet. Tudod, egy 5 perc, hallod, 8 percnél tartunk, és általában 5 percet néznek meg a filmeidből, szóval... 6 perc, most már 6 megnéztem. 6? Ja, akkor jó, akkor jó, akkor király. Mert egy évvel ezelőtt volt 3 perc. Menjünk már! Kapcsolnák el! Nekem az élettartamra vonatkozóan 1,5 perc az átlagos megtekintési idő, de az elmúlt egy hónapban 2,5 perc. Így áll, libafos. Na. Elindultak fölfele, ugye? Ott, apa, ott videó. Tessék? Ott videó. Igen. Jönnek? Nem látszik semmi, mert a kamerában már jönnek. De te látod. Szemmel. Ah, világít.
Igen. Várjon, majd szóval ő mindig mondja, hogy menjünk valami olyan helyre, ahol még nem voltunk. Csóványostól kezdve. Ó, tudod, hogy mit jelent egyébként a csóványos? Hát csalán. Csalán, így van, egy gyógynövény. De nagyon szépen megcsinálták a csóványosi csúcsot, tehát a kilátót? A kilátót, az azt hiszem, hogy szakmailag is, tehát fönt, hogy körpanorámában. Bocsánat, mi a keresztneved? Berci. Berci. Az Bertalan? Az Bertalan. Oké. Okay. Én nem mondom neked, hogy Berci, mert azért igen, korban nem ugyanott. Igen, igen. Mi történt? A barátaim, a kollégaim így hívnak, úgyhogy. Ha. Te, hogyha elindultak fölfel, az azt jelenti, hogy István lent maradt? Nem. Ő szokott jönni, együtt jönnek szerintem. Ja igen, hát kísérővel jöhet csak föl, de akkor miért kell neki vedár? Nem hány ingere van, remélem. Akkor az előbb azt... Hát mi Börzsönyiskolaként... A Lajoszi Börzsöny általános iskola néven futunk, és az iskolának minden évben van egy Börzsöny túrája, és leginkább a csóványos célozzuk meg, és mi a 150 gyerekünket... Vagy gyalog? Gyalog, persze. Hát Diósjenőig elmegyünk vonattal, és akkor onnan gyalogolunk föl, és csináljuk meg ezt a túrát, vagy épp a Végeivárhoz megyünk föl, Végeipalánkról, tehát Börzsöny túra van, ezt ugye elég régóta csinálom. Na most mióta Börzsöny iskola lettünk, azóta ezek rendszeresen működnek és mennek itt. Te itt Peténben hogy hívják a kastélyt? A Promenade kastélyt. Ja, és épült egy kilátó Romhány mellett, azt tudtad? Természetesen voltunk már. Gyönyörű kilátó. Hogyne. Hát a családdal meg a lányommal többször is fenn voltunk, úgyhogy az tényleg az is egy kiváló helyszín. Úgy hallottam, hogy lesz egy beruházás, amivel itt bankról is fel lehet majd jutni, ki lesz jelölve útvonalon, föl tudunk jutni, de egyébként... István tervezte el, hogy meg... Én Romhányi oldalról is fölmentem, és a Petényi oldalról is. Igen. Mind a két oldalról fölmentem. Igen, lesz innen is egy... De István fogja csinálni, Szente István, aki itt ugye lent van még, meg majd jönnek föl, illetve hát én ezt végig fogom venni, mert megyek velük együtt dolgozni majd kifele. De túraútvonal lesz, vagy? Túraútvonal. Uh-huh. Hát ez jó lesz, mert azért itt vonzás, a turisták ide jönnek Bánkra, azért egy hűvösebb napon lehet, hogy szívesen föltúráznak. Ja. Pista szerintem egy... Várj egy picit. István, telefonál, várj egy picit! Hát István, újra köszöntelek. Régen találkoztunk, tegnap itt voltam, de nem akartalak megzavarni. Szóltam is a többieknek, hogy meg ne említsék, mert így is említetted, hogy 25 látogató volt. A tegnapi napon igen, 25 látogató volt, ami az első alkalomra, első kísérletre egy nagyon jó számnak értékelek. Környékről voltak itten látogatók. A messze környékről, tehát a messze környéket, Budapestet értem, és ebből a körzetből voltak a társaságok itten. Érdekes volt, hasznos volt, egyben a figyelmeztet a saját hibánkra, hogy nem hirdettük meg országos programként ezt. Ez csupán volt rajta, és ennek megfelelően a térség volt elsősorban képviselve, de ez így nagyon jó. A saját környékünk tudja, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mit akarunk, és mit hogy csinálunk. Engem mondjuk előtte egy héttel felhívtál, és én meg is említettem egy videóban, aminek ugye az is lett a címe, hogy Kutatók éjszakája, meg utána egy pár filmben megemlítettem, de hát ugye ez nem a magam sikere, hanem a ti sikeretek, mert ugye már 4 éve rajta vagytok, hogy meglegyen ez a barlang. Jó, ez nagyon kedves, és nagyon köszönöm a hizelgést, hogy ez a mi sikerünk, igen, de figyelmeztetni kell a kedves nyájas hallgatót mostan, vagy nézőt, hogy a háborúhoz ugye csak 2-3 dolog kell, úgy, mint pénz, tehát mi vagyunk azok, akik kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy a közösség segít minket, és a közösségi segítséggel együtt nem kimélve saját erőnket és képességeket hoztuk létre ezt a kutatóaknát. Szerencsére te nem láthattad azokat a felvételeket, amiket még ehhez a filmhez kapcsolódóan otthon készítettünk, illetve útközben, illetve amíg a látogatókkal lent voltál, én elmentem gyógynövényt szedni. Viszont mi kitaláltunk egy olyat,
nem tudom mennyire életképes az ötlet, ezt majd a nézők eldöntik, hogy egy ilyen támogatói videót készítek, ami körülbelül 5 órás, rengeteg reklám lesz benne, és nem is az lesz a célja a filmnek, hogy végignézzék, hanem a háttérben, hogyha lejátszák azt a filmet, akkor ugye annak a filmnek a bevétele, azt ugye a statisztika fillére pontosan meg tudja mutatni, én azt átadom részletekre. Szerintem ennek te sem vagy ellene. A legkevésbé vagyok ellene, és tévedések elkülönse véget, hozzánk nem jön be egy fillér se, támogatás se, hanem az önkormányzat kezeli az anyagi alapjainkat. Tehát nekünk önálló bármifajta támogathatóságunk nincsen, nem is szeretnénk, hanem továbbra is bank önkormányzaton keresztül. Van egy számla számotok? Van egy számlaszámotok, van számlaszámotok. Mi a közösségben, szóval kicsit elcsépelten hangzik, a közösségben a közösségért szeretnénk dolgozni. Jaj, ha már itt tartunk. Most úgy gondoltam, hogy én lemegyek veled, szeretnék lemenni pontosabban, de kihagyom, mert pontosan tudom, hogy dolgozni szeretnél, és lehet, hogy jönnek még látogatók. Nekem bármikor van alkalmam lemenni. Helyette inkább egy pár szóval tudnád vázolni, hogy hol tartatok? A jelenlegi mélység az aknánál nem változott, 23 méternél vagyunk, mint már majd több mint egy éve az aknamélységgel. Utána ebből indultunk a víz útját követve, tehát szigorúan egy lehetőségünk van, a víz útját követve mentünk el egy vízszintes tárolóval, azzal most a hatodik... Voltam már lent kétszer. Igen, tudod, egy vízszintes tárolóval követjük a víz útját, és azon mentünk el. Az ott lévő nehéz műszaki feltételeket oldjuk meg a magunk adta a magunk lehetőségei szerint, mert nem rendelkezünk a nagyipari alagúthajtásnak különböző eszközeivel, de biztonsággal bírjuk az összes probléma megoldását itt, ami fölmerül. Ugyanakkor el kell mondani, hogy a közösségünk az nem csak itt van elkötelezve és dolgozik, hanem például az elmúlt hetekben többször a Budapest fölött lévő Gellért hegyen lévő turisták, látogatók által elszőtt szemeteket szedtük össze a sziklafalakról. Tehát ugyanaz a csapat, aki itt dolgozik, több alkalommal most azért nem tudott jönni, mert úgy találtuk, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy azt kérdezzük, hogy mit kapunk, hanem az mit tudunk tenni a környezetünkért. Így például mi nem vagyunk speciális mentők, nem vagyunk kötélbohócok, vizsgákkal, papírokkal fölszerelve. Rendelkezünk az összes ismeretekkel, jogosítványokkal, de ugye csak mi voltunk hajlandók arra, hogy a Gellért hegy oldalában a sziklákon lévő égtelen mennyiségű szemetet, csörös dobozokat, üvegeket összeszedjük, mert egyszer az országnak, a fővárosnak borzalmas volt a kinézete, és ezt nem vette egész rajtunk kívül senki, úgyhogy ezt kitakarítottuk. Hát akkor a közösség nevében is köszönöm, én is szoktam ilyen munkát csinálni. Nekünk is jól esett volna, hogyha a fővárostól valaki nem azt mondja, hogy mertétek ezt csinálni, hanem azt, hogy végre jobban néz ki a Citadella megközelíthetősége. Oké, mindig meg szoktam tőled kérdezni, István, hogy mire van szükségetek éppen? Jelen pillanatban, aktuálisan, mi az, amire ténylegesen égetően szükségetek van? Fa anyag. Ugye Anglia erdei állítólag a szénbányákba vonultak be, úgyhogy nekünk is a fakészleteink most a föld alá vonultak be. Aki fával tud segíteni, az most úgy néz ki, az erdészettől hatékony támogatást kapunk. Ez a jövő zenéje, de nagyon kellemesen csengő zenének tűnik. Illetve, tehát hogyha valaki mit tudom, kedvet érez hozzá, hogy kijön hozzátok, aki tud kijön segíteni munkában? Fajra, nemre, felekezetre való tekintet nélkül, korra tekintet nélkül mindenki tudja kezelni azt a nyomógombot például, ami a csörlőt leföl engedi. Úgyhogy minden korosztályt várunk itten. Segítőkézből nincs soha itt elég. Jöttek látogatók, ahogy egy pillanatra így fölvillan előttem. Lehet egy kérésem hozzád? Megmutatnád nekem az alvóhelyeteket, ahol étkeztek? Csak egy pillanatra, mert utána már viszont, mert már várnak téged. Úgy látom, igen. Egy pár percre még elrabolhatlak arra a helyre? Ez nem rablás, igen. Aki azt hiszi, hogy luxus hotelben lakunk. Hát ezt szeretném megmutatni, hogy dőzsöltök. Dőzsöltök a Dunapárna, meg a Pehely. Milyen memória, tudod, matrac, meg ilyenek. Aha. Igen, a memória matracunk is van, mert arra gondolunk a memóriánkban, hogy
azért nincs nagyon hideg most hajnal fele, de ez most csak a akkor megmutatjuk. Érdekesség. Igen. Szia, Benjo! Csaba vette át a vezetést, mert ő, ugye Istvánhoz jöttek a vendégek, akik szeretnének vele együtt, tehát ő a kísérős, szeretnének vele együtt lelátogatni a, ugye az aknatalpra, úgyhogy nem rabolom tovább az idejét, viszont akkor neked jutott a szerep, hogy bemutasd a szállás helyeteket és ahova étkezni jártok. Jó, hát akkor gyerünk be, szintén. Ugye ez a Bánk Sportegyesületnek az öltözője, ott van egy hazai csapat, és ti a vendégekhez szorultatok. Aludtál már itt éjszaka? Igen. Ó, oda nézz, Benzsó, te még ilyet nem láttál. Te ezt rendszeresen használjátok? Porszívó. Persze, ez retro porszívó. A legjobb. A földön szoktatok aludni? Hát igen, a földön szoktunk aludni, bár Pistő inkább kint a teraszt részesíti. Tényleg kint alszik? Tényleg kint alszik a teraszt? Bírja a jó levegőt. Kint alszik. Van jó hálózsákja, meg van egy viszonylag vastag matrac, hát ő kint szeret aludni. Hát ilyenkor azért hűvös van ide bent is, de azért végül is ki lehet bírni. De hogyha kint azik a teraszon, akkor akár ott is aludhatna, érted, és tüzet rakhatna. Na mindegy, csak ugye én már ott aludnék. És te itt alszol benne a padon, földön? Hát én általában csak egy napra szoktam jönni, én egyszer-kétszer aludtam csak itt. De akkor hideg volt. Hát főleg télen, mert télen is dolgoztak, tehát mínusz 20-ba is. Hát igen, télen is ment a munka, bár én még csak egy éve vagyok velük, tehát egy éve járok ide, de igen, tehát az elmúlt télen is folyamatosan ment a munka. Mi lesz ma az ebéd? Azt még nem tudjuk. Ne viccelj, nem hát tudod. Hát ott van az asztalon. Na megnézzük. Bocsánat, de megyek versekedni. Nem vagyunk olyan igényesek. Hát itt nem arról van szó, ez nem így, ez például úgy hívják, hogy kockasajt, ami ugye egy kerek dobozban van és háromszög alapú. Többnyire úgy vagyunk fel, mint hogy Móricz írta a Rózsa Sándorban, hogy Rózsa Sándor is azt mondta, hogy nem kell mindig enni, mert még megszokja az ember. Jó, de azért van itt minden finomság. De mi ért vettünk tegnap a Lidl-be. Nem, ez a magyar nápolyi. Kávét szoktatok főzni itt? Hát ez a instant kávé van, többnyire ezt szoktuk. Szerencsére az öltözőnek az majzójában itt van meleg víz, úgyhogy nem olyan problémás elkészít. De egy ilyen elektromos kávéfőző, ilyesmi? Nincs, hát az luxus. Kicsit. Hát persze. De hogy mondjam, hogyha ha hoznék egy ilyesmi lehetőség, rezsót és kávéfőzőt? Hát figyelj, most nem biztos, hogy sokat segítenél vele, mert végül is így ez a rendszer már működik 4 éve. Tehát. Meg gyorsan akartok haladni ti is. Ja, persze. Tehát nincs idő. Meg aztán, hogy tudod azt elmosni, meg mindent. Tehát... Értelek. Meg utána itt tele van a hasatok, aztán meg nem bírtok magatokkal, aztán lefekszetek aludni, meg ilyesmi. Oké. További sok sikert nektek, téged sem tartalak fel, mert ki tudja, hogy most Istvánnál ott mi történik, lehet, hogy már sípol, meg ott a hangos bemondóban már kiabálja a nevedet. Mi a várható fejlemény, mert most, ha jól tudom, ilyen 5 méter környékén jártok oldalirányba. Tehát mi a mai munkafolyamat például? Hát a mai munkafolyamat ugye a vízszintes tárúban vannak olyan helyek, ahol omlik az oldala a talajnak, és az lesz majd biztosítva ilyen cementhabarcsal. És akkor neked az a dolgot, hogy fönn megkevered? Igen, én keverem a zsákos betont idefent, leküldöm a csörlővel, és akkor Pista a beerobic hálózott részt a szépen befröcsköli ezzel a betonnal. Oké, egyelőre nagyon szépen köszönöm, aztán úgyis fogunk még találkozni, mert ugye a nézők szokták kérni, meg mindig kíváncsiskodnak, hogy hol tartunk, meg milyen állapotban vagytok, mármint nem lelkileg, hanem úgy értem, hogy fizikailag a barlang feltárása voltak. Sok sikert a jövőben, és még jövök hozzátok. Jó. Legjobbakat köszönjük. Nektek. Köszönjük. Ah,
tudod, hogy mi ez? Mi? Menta? Hát pont ez a baj vele, várjál, a tenyeredet tartsd ide. Nem, csak a tenyeredet, nem pici. Kell. Nem csíp, ez nem csíp. Hanem szúr. Na, semmi ilyesmi. Csak akkor na, fogd meg, fogd meg! Hát én is fogom, látod? Jó van, semmi na. Semmi baj. Mi van, mit ijed? Áz, ragad. Ragadós galaj. Gyógynövény, igazi gyógynövény. Zoltán a rengetegben. Az van, hogy ugye megérkeztünk oda. Mutasd. Ott van a kutatóakna. Ha egyáltalán lehet látni. Hát ja, mert rád voltam. Itt meg a napsütötte Zoltán. Így, rád is rád olyan mondta, hogy Zaskót húz a fejére. Várjál, mert bezumoltam. Mi? Nem áll. Mert bezumoltam, hogy izé. Mert oda is bezumoltam, és akkor ide is bezumoltam, érted? Hogy poén. István. Látogatókat fogad, és levitte őket, és megkért, hogy maradjak itt. Én meg kihasználom az alkalmat. Hogy nem maradsz itt? Nem, hát itt vagyok. Amíg hát az ott van, nem itt. Basztos becsó! Nem folyán. Az a helyzet, hogy addig lejöttünk ugye mentát szedni. Megmutatom, hogy mi a lényege. Vizi menta. Egyébként, várjál, apa. Nézd, azt mondod mindig, hogy a földet videózom. Nézd, ha most ezt mutatom, ez nem a föld, ez növény. Úgyhogy jó fel. Becsó, ne csináld ezt velem, jó? Tehát itt van. Ennek most csak az illatát, csak az illatát. Nagyon fincsi, imádom én még is. Még egyszer? Nagyon finom, ilyen a tea íze is, tudom milyen még ez. Egyszer? Apa, hagyjál már! Még egyszer! Tudod mi? Innen táborról videózlak. Na innen mondjad a mondókád. Semmi, addig vízimentát szedek Zacskóba. Amíg István vissza nem jön a látogatókkal, hát ugye lementek vele, azt hiszem hárman lementek vele ugye megnézni az aknatalpat, hogy hol tart az ásatás. Aztán most meg fogom kérdezni, visszajövök. Mi nem mondod, hogy én menjek le? Ha? Hogy jöjjek vissza? Nem kóstolom, apa, teát szoktam inni, nem vagyok ilyen hülye, hogy növényt eszek. Véletlenül volt rajta egy csiga, tudod, én kicsi. Én legalább normális vagyok. Valamennyire. De ennyire azért nem vagyok normális, hogy növényt eszek. Répát ettél már? Ettem. Tudom, hogy az növény, de az zöldség. Mármint, hogy az ilyen, tudod, boldva kapható répa, nem azt, hogy fogtam. Zeller zöldje, levesben. Fogtam, itt volt a földbe. Én így kihúztam, azt megettem. Nem, ezt ilyet nem csináltam soha. Jó, most hogyha... Lebente is csinált ilyet. De... Mert ő olyat is csinált, hogy fogta, szedett egy marék földet... Varázsolok neked valamit. Ő Lebente csinált ilyet, egy varázsszót. Lebente csinált egy olyat is egyszer, hogy fogott, szedett egy marék földet és megette. És megvárjuk, míg István visszajön a három látogatóval. Amúgy defektet kaptam a biciklimmel. Egy darab boton. Tökömet érdekel. Gyalogos, egy darab boton. És kész. Egy darab boton, apa. Szenvedj. Kiukadt a kerekem. Szenvedjél. Szenvedjél. Menjél haza, gyalog. Na, álljál meg. Na, megvárjuk. Te leszel a stabilizátorom. Jó, oké. Hogy hívják angolul a stabilizátort? A stabilizátor. Nem, a stabilizájra. Stabilizer. Kóstold meg. De hagyj kóstolom, hagyj el meg. Mindegy. Megvárjuk. Várjál, tudod, Magyarorsi Csaba vlog. Végig tudom mondani szerinted? Végig tudom mondani szerinted? Na végre. Megvárjuk, míg István visszajön, és megkérdezem tőle, hogy szeretne lemenni, vagy itt fönn nyilatkozik, mert ugye dolgozni szeretne, haladni is szeretne a munkájával. Szóval. Buzia vagy. Basszus, kapcsolt ki a fenébe, légy szíves.